A mai nap az a új témánk, postaláda és postaláda felhelyezése. Ez a postaláda, amit most itt láthattok, ezt nem újonnan multiban, mondjuk 10.000 forintért vagy még drágábban vásároltam, hanem német lomisoktól vásároltam, ezért nekik is egy pici munkalehetőséget adva és újra hasznosítva ezeket a kidobandó postaládákat, amint látjátok, teljesen újszerű állapotban van. 3500 forintra sikerült 4000 forintról lealkudnom, nem túl olcsó, de azt gondolom így is kevesebb, mint fele ára, mint hogyha boltban vásároltam volna. Van benne szilikon ütköző, tehát a csörgését itt már megakadályozták, bár itt még mindig fog, tehát ha felhelyezitek, akkor ez a postaláda sajnos így hozzá fog ütődni. Erre való ez a két oldalas ragasztószalag, amit én fogok alkalmazni. A szilikon részét, a védő réteget nem szabad róla levenni, mert akkor össze fogja ragasztani az ajtót az alappal, hanem az a lényege, hogy a szilikon rész rajta hagyva egy ütéscsillapító szerepet fog játszani. Tehát egy nagyon pici darabot ide kell majd ragasztani, és ez meg fogja akadályozni, hogy csörögjön a postaláda. Na, a felhelyezés. A felhelyezéséhez én ezt a vékony lecet használom. Ezzel a fűrésszel vágom el méretre, és így fog kinézni, amikor behelyezem. Tehát a két osztás közé a kapon pont akkor a méretet, hogy jó befeszüljön, és egy egyszerű poszdorja vagy gipszkarton csavarral át tudja fúrni, hiszen vannak nyílások, lukak előre kifúrva a postaládákon, és egyszerűen hozzárögzítitek két darab ilyenhez, és már is készen van. Ide is lehet használni ezt a két oldalas ragasztót, ide a külső felületére, hogy ha nem feszül hozzá teljesen a kapuhoz a postaláda, akkor sem csörögjön, amikor becsukjuk a kaput, és ennyi.